Idén Kecskeméten rendezték meg az úszó diákolimpiai döntőjét. Ilyenkor a versenyzők nem az egyesület, hanem az iskola színeiben indulnak. Ma Kecskeméten voltunk a megyei diákolimpia döntőn. Ez egy olyan verseny, ahol először egy körzeti versenyt kell rendezni, és aki a versenyszámot az első három helyen végez, az mehet a megyei diákolimpiára. És aki ott esetleg nyer, ők mehetnek az országos döntőre. Nekünk sajnos ez most nem jött össze, 8 gyermekkel utaztunk. Ugye ez annyiban tér el a szokásos versenyeinktől, hogy itt az iskola színeiben indulnak a gyerekek, nem pedig az egyesületet képviselik, de én szoktam őket elvinni. 5 voltak a Kalocsai Fényi Gyula, a kertvárosi iskolából, 1 kislány volt az Eperföldi sportiskolából, 1 kislány a katolikusból, és van egy, hát új úszónak mondhatom, egy pár hónapja úszik nálunk az Eszter, aki Hartáról csatlakozott be hozzánk. Nagyon zsúfolt volt a program a rajthoz álló versenyzőknek. Szinte 15 percek sem teltek el a futamok között. Az egész megyéből jöttek, itt nem tudunk úgy rajtlistát nézni, mint egy bármelyik másik versenyen, teljesen más versenyzők vannak. Ugye a nagyobb versenyzők nem is tudnak jönni, mert akik igazolt versenyzők, nekik nem írnak ki versenyszámokat. A teljesen kezdőktől tényleg, aki szinte fejest is alig tud ugrani, az egészen idézőjelben profikig mindenki volt. Nem volt olyan nagy létszám, mint az előző években. Szerintem ez a Covid miatt is lehetett, vagy éppen karanténba kerültek. Voltak olyanok, akiket kerestek ott, de nem voltak ott a versenyen. Ettől függetlenül nyilván senkinek az eredményéből ez nem von le semmit. Nagyon jó időket úsztak a gyerekek, és az is nehezítette, hogy a versenyszámaik között 10-15 perc volt, tehát leúzták az 50 gyorst, kijöttek, megtörölköztek, álltak oda a beállításra, és már ment is a következő versenyszám. A pandémiás helyzet sajnos nagyon sokat rondított a felkészülésben, de ettől függetlenül meg vannak elégedve az eredménnyel. Elégedettek vagyunk, főleg úgy, hogy többen tényleg, hát nem is tudom már hányszor voltak karanténban, vagy betegség miatt nem bírtak készülni. Meg kell említeni, hogy a Zahorán Kincse, aki a kertvárosi iskolába jár, 50 gyorsan 50 mellem bronzérmes lett. A Cserna Parofili, aki az Eperföldibe jár, 50 méter mellúszásban lett bronzérmes, de például a Mádi Száva 4. lett, a Natasa 5., 6., a Matos Bence 2., 5. hely, az Istela Kristóf az egyetlen hátúszónk, például hátúszásban 7. lett, az Eszter, aki Hartáról jött, neki ez volt az első komolyabb versenye, ő most úszott először versenyen ilyen nagymedencébe, 50 méteresbe, ő 7. és 9. helyet ért el. Hú, és most nehogy kihagyjak valakit, a Gyöngyösi Enikő lett 6.